Sziasztok! Megint egy AliExpress unboxing. Sok mindent rendeltem, meglátjuk, hogy mi jött. Ez az, amikor én se tudom, hogy... Én már lusta vagyok megnézni, de meg lehetne nézni az Alin, hogy mi az, ami most érkezik. Ó, ez fontos lehet. Ó, ez is. Ez valami mérőkábel, már innen értenek. Most akkor a zacskóba még egy zacskó. Ezt jó becsomagolták, hogy ezzel nem lesz baj. Ruhával nem foglalkozunk. Ezzel viszont igen. No fene. Megjött a LED! Végre megjött a LED! Erre voltam nagyon kíváncsi, mert ugye itt most ez a világítás, amit még énekkentettem. Ugye fönt van az a videó, vagy nincs? Hát nem is tudom, hogy fönt van-e. És most itt van egy olyan LED, ami elméletileg 230-ba bedugom, és még antisztatik zacsiba beletették ezt a műanyagot, meg a két csavart a felerősítéshez. Adjunk neki tápot, hogy... És még. És natural white. És 1 méter, és öntapad. Hát... A fényerőben nem kell elájulni, most ez itt mi? Hogy nincs egy kapcsoló, csak bekapcsolod, azt mén. Végül a képen úgy volt, hogy van, de most ez már mindegy is. Itt ez nem jön szét. Végül se lett szalag. Hát most arra vagyok kíváncsi, hogyha kihúzom az én általam megkentettet, ez mennyivel gyetvább. Hát sokkal. De majd a kettő együtt lesz szerintem, mert ezt úgy fogjuk működtetni. Most ti látjátok az asztalt, hogy mennyire lehet látni az asztalon, ami ott van? Most csapós, hogy melyik fényre érzékenyebb. De ugye ez az egyik, ez ami most jött. Most csak ide tartom, hogy vannak lehetőségek, hogy hova ragasztom, lehet tök mindegy, körülbelül így lesz. Ez az egyik. Lehet vele látni, de nem nagyon. És akkor a másik, az ami föl van ragasztva, amit én gyártottam, az meg ez. Ezzel úgy többet lehet látni, nem tudom, a kamera hogy látja. A kettő együtt meg, nem ez lesz a nyerő, ezt is föl kell ragasztani, és akkor így kikeveredik egy szín is, meg lesz fényerő is. Kicsit rövid ez a kábel, se baj. És így azért már látok. Ide teszem, nem. Valahova ide kéne tenni, de hát ide még nem lehet tenni. Na mindegy, nagyon rövid a vezeték. Szóval aki ezt kitalálta, ezt a rövid vezetéket, de jó, jó pofa dolog. Mi jött még? Ezt meg szétvágjuk, mert ez írtó pici. No, zacskó az zacskó, megszoktuk. De aranyos, megjött az órához a mechanika, úgyhogy lesz videó az óra javításról, mert ugye megállt nálam az idő, ide kényszerűségből fölraktam egy órát most, de hát azon nem látok soha semmit. Úgyhogy durván ennyi volt, a rongyokkal még nem foglalkozunk, meg klodgatját, azt minek bontsuk ki videóba. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről, tipikus alis dolgok, óra, mechanika, meg LED. Sziasztok!